Király Ferenc vagyok, Kölcsökösség külterületen a Putnok nevű dűlőben. Ez a kukoricatábla április 23-án került elvetésre. Kikelés után június 2-án nagy mennyiségű csapadék hirtelen záporral és jéggel párosulva. Akkori nap folyamán még 5 óra múlva is a jegeket lehetett látni, hogy ottonosulnak a sorok között. Olyan eső volt, hogy aznap a rizomágicses kezelést nem tudtuk elvégezni, majd csak a másik héten 06.05-én, ami 3 liter per hektár dózisban és 250 liter víz mennyiséggel kijuttatva. A kukoricánk akkor 4-6-7 leveles állapotban volt. Itt lehet látni még a jégkárnak a nyomait, a leveleket megszaggatta, és az első kezelés után a 7. nap már észrevettem, hogy a stresszoldás, mint a megtörtént volna, és akkor a közép leveleket hozott. A másik kezelést pedig 06.14-én végeztük, ott már csak 2,5 liter per hektár mennyiségben és 200 liter vízzel. Én úgy gondolom, hogy a stresszoldás tökéletesen sikerült, a kultúrnövény kiheverte. Bízom benne, hogy ami nem kapott jeget, illetve ez a tábla is ugyanannyi mennyiségű átlagtermést fog produkálni. Én ezt a készítményt, a rizomágicset javaslom mindenkinek, akár jég, illetve meleg hatására is. Én tavaly is használtam. Használom még árpában, almában, körtében és őszi buzában is.